Biciklisekkel népesült be a palota városi tavak környéke szombaton délután. Az idei bringás felvonuláson több száz sportoló pattan nyerekbe azzal a céllal, hogy felhívják a figyelmet a kerékpáros infrastruktúra fejlesztésének szükségességére. Minden évben ugyanarra hívjuk fel a figyelmet ezzel a rendezvénnyel. A bringás infrastruktúrával nem vagyunk elégedettek, egészen nyilvánvalóan a városainkat nem ennyi autóra tervezték, és azok, akik a bringás életmódot választják, nem elégedettek a jelenlegi lehetőségekkel. Volt, aki monociklivel érkezett a rendezvényre. György Tamás azt mondja, mindennapjai része a kerékpározás, így mindenképpen szeretett volna részt venni a felvonuláson. A kerékpározás az életem része volt mindig is, a klub előtt is már. Ezzel járok munkába, ezzel járok bevásárolni, illetve mindenféle teendőimnek a nagy részét ezzel végzem. A több száz biciklisből álló mezőny résztvevői az indulást megelőzően kipróbálhatták ügyességüket is a tavaknál lévő pumpapályán, valamint volt akadályverseny és bicikli szépségverseny is, a jó hangulatról pedig a sokak által ismert Zöld gondoskodott zenéjével. A körülbelül 10 kilométeres távot rendőri felvezetéssel tették meg a biciklisek, Palotavárosról indulva, majd egyebek mellett a Horváth István és a Deák Ferenc úti körforgalmon, a Halesz parkon, a Mátyás király körúton keresztül érkeztek vissza.